Az év utolsó rendes közgyűlését csütörtökön tartották meg a képviselők. Ez az ülés egy ünnepséggel kezdődött, a Mindannyian Mások Vagyunk Egyesület fiataljai, valamint a Móricz iskola kórusa a karácsonyi műsorral kedveskedett. Ezután átadták a Dunajváros egészségügyi érdíjat. Az ünnepség után megkezdődött a döntéshozói munka. Egyúttal szeretném megköszönni Dorkota Lajos úrnak itt a nyilvánosság előtt azt a lobby munkáját, amely díszpolgárként, lokálpatriótaként ebben a városban, ebben az évben a városért és a térségért tett. Szeretném megköszönni Galambos Dénes úrnak, úgyis, mint korábban országgyűlési képviselő, jelenleg mi miniszterelnöki biztos az éves hatékony tevékenységét a városért. És közvetlenül hadd szóljak Szepes Attila alpolgármester úrhoz, hiszen nélküle én nem tudnám működtetni ezt a várost idézőjelben működtetni. Ő az kasszakulcsos, itt szokták mondani idézőjelben, nem jó a kifejezés, jobb talán a könyökvédős könyvelő. Ő az, aki őrködik a költségvetés egyensúlya felett. Mindig elmondja, hogy én az idősebb jogán hagy mondjak bölcseni tanácsot neked, polgármester, ha elfogadod, itt a költségvetésben, ott finomabban, azt ne vigyük be, mert de mindig abban a szellemben, abban a tekintetben teszi, hogy a város fejlődése, működése zavartalan legyen, de ugyanakkor is, ez egy nagyon nehéz meccs, ugyanakkor meg a költségvetés ne billenjen ki. És ebben köszönöm egyébként a pénzügyi osztály segítségét is. Jegyzőasszonyon keresztül pedig a polgármesteri hivatal valamennyi munkatársának, köztisztviselőnek szeretném megköszönni az ez évi nem könnyű munkájukat, hiszen a közigazgatás is átalakulás alatt áll, a hivatal valamennyi dolgozójának és Dunajváros valamennyi polgárának békés karácsonyt kívánok. A képviselők mintegy 50 napi rendi pontot tárgyaltak meg. A DVG ZRT-nek mintegy 4 millió forintot biztosítanak önkormányzati intézmények felújítására. Ebből az összegből például szennyvízvezetéket cserélnek a Bóbita tagovodában, illetve korlátot is építenek a Zengő-Bongó bölcsőde akadálymentes rámpájához. Az élményfürdő megnyitása apropóján az önkormányzat azzal kedveskedett a városlakóknak, hogy ez év végéig ingyenes fürdőhasználatot biztosít a helyi bölcsödéseknek, óvodásoknak, iskolásoknak, nyugdíjasoknak, sőt a nyílt napokon valamennyi látogatónak. Ezt úgy valósították meg, hogy a belépőjegyek árát megtérítette a fürdőt üzemeltető Unison létesítménygazdálkodási ZRT-nek a város. A mostani közgyűlésen arról határoztak a képviselők, hogy továbbra is biztosítják ezt a kedvezményt. Májusig havonta mintegy 44 millió forintot biztosítanak az Unisonnak, és cserébe ingyenes belépést biztosítanak az eddigi kedvezményezeti körnek, valamint a vízi sportegyesületeknek is. A közgyűlésen arról is határoztak, hogy 5000 forint béren kívüli juttatásban részesítik az önkormányzati intézmények, például az idősek otthona, színház, múzeum, óvodák, bölcsödék, könyvtár, egészségmegőrzési központ dolgozóit. Ez összesen 694 dolgozót érint, és mintegy 56 millió forintot biztosítanak rá.